A következő előadónk dr. Kaderján Péter úr, miniszteri főtanácsadó, aki a megújuló energiák hazai perspektívikus szerepéről tart nekünk előadást. Kész, kezdhetjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen a GTTS meghívását az energiállátásunk jövőjével foglalkozó online konferenciára. Azt a kérdést kaptam, hogy a megújuló energiák jövőbeni szerepéről, perspektíváiról tartsak Önöknek egy rövid összefoglaló előadást, és arra törekszem, hogy megpróbáljam ezt a témát egy tágabb kontextusba, abba a hosszú távú programba illeszteni, ami elvezetheti Magyarországot egy hosszú távon környezetbarát, klímabarát, klímasemleges gazdasági átalakuláshoz, és azt néznénk meg, hogy itt ezen belül a megújuló energiáknak milyen szerepe lesz, mire számítunk. Mielőtt neki kezdenék a részletes prezentációnak, egy olyan kérdéssel kezdeném a mondandómat, hogy ugye én azt tapasztalom az energetikai szakmában, hogy a megújuló energiák, az megújuló energia hasznosításnak a megítélése az elég ellentmondásos. Van, aki nagy híve, és nagyon támogatja ezt a fajta energiafelhasználási módot. Vannak, akik inkább ellenzik, mert azt gondolják, hogy nem elég megbízhatóak ezek a technológiák, amelyekkel még rendelkezünk, és itt talán több kárt okoznak, mint hasznot. Én amellett szeretnék érvelni, hogy a miért helyett, tehát a megkérdőjelezése helyett a megújulók szerepének, hogy hát miért is érdemes, miért ne használjuk ezeket az energiaforrásokat, ha rendelkezésünkre állnak. A megújuló energiafelhasználás mellett szól mindenképpen az a szempont, hogy ha komolyan gondoljuk és komolyan kell gondolnunk az én véleményem szerint azt, hogy nagyon jelentős dekarbonizációs feladatokat kell végrehajtani az egész globális energiagazdaságnak, ezen belül Magyarországnak is, akkor ennek a célnak az elérésében az atomenergia felhasználás, valamint az energiahatékonysági lehetőségeink kihasználása mellett a megújuló energiafelhasználás az egyik legvitálisabb, a legéletrevalóbb opció. A légkörbe kerülő széndioxiddal, annak a kivonásával, hasznosításával is foglalkozni kell, de azok már nagyon komplex megoldások sok esetben a megújulókhoz képest. A megújuló energiafelhasználás hazai erőforrásra épít, Magyarország konvencionális energiaforrásokban sem gazdag, ezért minden olyan fejlemény, ami lényegében Magyarországon rendelkezésre álló energiaforrást hasznosít, azt gondolom, az energia szuverenitásunkat erősíti. Tipikusan a megújuló energetikai megoldások nagyon tőkebefektetés igényes, drága megvalósítani őket, de utána nagyon olcsó használni, hiszen ingyen van a napenergia, ingyen van a szélenergia. De hát ma tőke bőségben lévő időszakban vagyunk, tehát kifejezetten kedvez a pénzpiaci helyzet is az ilyen típusú befektetéseknek. Azt látjuk, hogy a megújuló technológiák az elmúlt évtizedekben drámai költségcsökkenéssel mentek keresztül. A napenergia termelés, az akkumulátor technológia területén éppen jelenleg ez a folyamat zajlik. Tehát a piaci versenyképessége ezek a technológiáknak is drámaian javult a konvencionális megoldásokhoz képest, kifejezetten gazdasági szempontból is sokat javítottak a megújuló energia megoldások a pozíciójukon. Nagy előnye a megújulóknak, hogy egy decentralizálódó rendszerben, amikor a fogyasztók azok egyben energiatermelők is válnak, látjuk ezt a háztetőkre szerelt napelemes rendszereknél, ebben segíteni tudnak a kisfogyasztóknak is. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy háztáji energiatermelésre is van
ma már lehetőség, és azt gondolom, hogy itt a legnépszerűbb megoldások megint csak a megújuló. És ugye Magyarország gazdag szürke állományban is kutatási, fejlesztési képességekben, és hát ez a terület most forradalmi átalakulásban van. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon kritikus kérdés, hogy megtalálja-e a vállalkozási szektora, illetve a kutatási szektora a helyét abban a nagy versenyben, ami a zöld gazdaság fejlesztését ma folyik. Úgyhogy ezen a területen is azt gondolom, hogy sok lehetőségünk van. Úgyhogy összességében én nagyon sok pozitív érvet látok a megújuló energiák fokozott felhasználása mellett. Mind a mellett, hogy látjuk azt, hogy ellátás biztonsági kockázatokat is tud okozni mondjuk nagy mennyiségben kontrollálatlanul a rendszerbe kerülő időjárásfüggő megújuló energiatermelés, például az áram, vagy a villamosenergiatermelés területén, és természetesen a hálózati és a piaci integrációs kérdésekkel foglalkozni kell, ezeket meg kell oldani, és ilyen módon lehet persze csak nagy mennyiségben előre haladni. Ezen bevezető gondolatok után hagyj térjek rá arra, hogy a Magyarországon melyek a integrált energiás klímapolitikának a közép- és hosszú távú jól számszerűsített céljai, és ezen belül milyen szerepet kapnak a megújuló energetikai megoldások. Ezen az ábrán az látszik, hogy a közelmúltig Magyarország elég jól teljesített uniós összehasonlításban, ha a legfontosabb klímapolitikai célokat tekintjük, harmadával csökkentettük 1990 óta az üvegházhatású gázkibocsátásunkat, és 2030-ra jelenleg én azt gondolom, hogy elég reális célokkal rendelkezünk klímapolitikai területen, már pedig a klímapolitika határozza meg ma az energetikának a fejlődési kereteit. 40%-os üvegházhatású gázcsökkentést, 21%-os megújuló energia felhasználási cél, és az energia felhasználásunk 2005-ös szinten való stabilizálását tűzték ki az elmúlt évben elfogadott energia- és klímastratégiai dokumentumok középtávú célként. Ez most újra gondolás alatt van, hiszen az Európai Unió megemelte a korábbi klíma ambícióját, és 40-55%-ra kívánja a közösség 2030-ra csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást, tehát nagy nyomás nehezedik mindenkire, aki érintett ezen a területen. Ez a magyar célokat is még bizonytalanná teszi, illetve ennek az átdolgozása folyamatban van, de ami biztos, hogy a 2050-re vonatkozóan a magyar parlament tavaly egy olyan törvényt fogadott el, amiben kimondta, hogy 2050-re a magyar gazdaság klíma semlegessé kell alakuljon. Ez egy 30 éves, nagyon ambiciózus program, és hát majd rövidesen rá is térnénk arra, hogy a Innovációs és Technológiai Minisztériumban folytatott elemzések alapján hogyan látjuk, milyen forgatókönyvek mentén lehet egyáltalán közel jutni ehhez a hát, szédítő célhoz. Itt még annyit szeretnék hangsúlyozni, és itt látjuk a jobb oldali táblázatban is, hogy ez a 2030-ra megfogalmazott középtávú megújuló 21%-os cél az egyes szektorok között hogyan oszlik meg, és a fejlődést hogyan látjuk. Látható, hogy a villamosenergia szektorban számítunk a legdinamikusabb növekedésre ebben a következő egy évtizedben, mert, és majd erre kitérek, úgy látjuk, hogy a áramszektor, a villamosenergia szektor dekarbonizálása az a szíve a teljes átmenetnek, vagy a zöld gazdaságfejlesztési programnak. A fűtési célú megújuló felhasználásban is számítunk növekedésre, a legnagyobb arányt ezen a területen látjuk megvalósíthatónak, főleg geotermikus energia és biomassa felhasználásával, illetve a közlekedési szektorban is egy dinamikus növekedés szükséges, főleg bioüzemanyag felhasználási részarány növekedés, illetve elektrifikáció segítségében. Hogyan lehet eljutni a 2050-es zero carbon célhoz?
Ezt a kérdést vizsgáltuk a legutóbbi időben egy olyan munka keretében, amelynek a célja egy nemzeti tiszta fejlődési stratégia megalkotása, azaz a 2050-es dekarbonizációs forgatókönyvek elemzése. Itt három, gyakorlatilag kvantitatív modellezési eszközökkel három nagy forgatókönyvet vizsgáltunk, egy fölvetett kész forgatókönyvet, mi történik, ha nem csinálunk semmit a következő 30 évben a maihoz képest, egy korai cselekvés és egy halasztott cselekvés forgatókönyvet. Az első azt feltételezi, hogy mivel ez segíti a gazdaság újraindítást is, és tőke bőséges időszakban vagyunk, ezért a zöld gazdaság fejlesztési beruházásokat a következő 30 évnek a korábbi időszakaira hozzuk. Halasztott cselekvés abban bízik, hogy a technológiai költségek csökkenése okán érdemes minél közelebb 2050-hez a beruházásokat megcsinálni, mert már annál költséghatékonyabbak lesznek a megoldások. Azt találja egyébként ez az elemzés, hogy a korai cselekvés forgatókönyv az társadalmi szinten egy megtérülő forgatókönyv, tehát a itt zölden jelölt zöld gazdaság fejlesztés vagy korai cselekvés forgatókönyvet vesszük a nem cselekvés alternatívájának, és majd azt próbálom illusztrálni, hogy a kettő között mi a fő különbség. Ez az ábra mutatja meg azt, hogy a három fő alternatív esetén hogy alakul Magyarországnak a következő három évtizedben a modellezés szerint az összes nettó üvegházhatású gáz kibocsátása. Szürke vonal jelzi azt, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor lényegében egy stagnáló, 60 millió tonna körül is stagnáló kibocsátásra számíthatunk. A gazdasági növekedés emelő kibocsátás növelő hatását ellensúlyozzák a technológiai fejlesztésnek a kibocsátás csökkentést eredményező hatása, és a kettő kioltja egymást, egy stagnáló szintet látunk. Úgyhogy ehhez képest egy nagyon jelentős erőfeszítést kell tenni, hogy a zöld vonal mentén 2050-ig nulla közeli kibocsátáshoz jusson el a magyar gazdaság. Ki kell emelni azt, hogy amit ez az ábra is illusztrál, sok színes oszlop van, a kék komponensre hívnám fel a figyelmet, hogy a legnagyobb terhet egy ilyen hosszú távú, nagy átalakulást eredményező program alapvetően az energiafelhasználási szektorokra tesz, itt 46 millióról 2 millió tonnára kéne csökkenteni a kibocsátásokat, és ez azt jelenti, hogy nem csak az erőfeszítésnek, de az ehhez szükséges beruházásoknak is, amelynek az értékét is igyekeztünk becsülni, több mint 95%-a a energiaszektorban kellene, hogy megjelenjen. Tehát lényegében az energiaszektorban elért eredményeken fog múlni az, hogy ezt a nagy zöld átalakulási vagy zöld gazdaságfejlesztési programot Magyarország el tudja érni. A programnak a becsült költsége az egyébként a nem cselekvési alternatívához képest addicionálisan 24 ezer milliárd forint körül van 30 év alatt, és ez lényegében megfelel a NATO tagságunknak a költségével, tehát a éves GDP-nk addicionálisan 2-3%-át kellene abba befektetnünk a következő 30 évben, hogy egy ilyen ambiciózus programot meg lehessen csinálni Magyarországon. És akkor hadd mutassak néhány részletet, majd nem megyek ezekbe bele, hiszen az idő nagyon szűkös. Inkább csak az ábráknak a jobb oldalára szeretném a figyelmet fölhívni. Ott látjuk azt, hogy a korai cselekvés forgatókönyvben, tehát a zöld gazdaságfejlesztési forgatókönyvben a jelenlegi állapotról 2050-re milyen nagy változások azok, amely különféle szektorokban látszanak, hiszen ezek a változások jelölik ki azt a tematikát, ami mellett kormányzati szinten is egy ilyen zöld gazdaságfejlesztési programban előre lehet haladni. Ugye ez az ábra a végső energiafelhasználás tüzelőanyag összetételét mutatja meg, a ölbetett kéz, a semmitevés és a zöld forgatókönyv között, és hát azt láthatjuk és azt emelném ki erről az ábráról, hogy egyrészt a jelenlegi állapotok és 2050 között egy jelentős energiafelhasználás csökkenés szükséges, hogy megvalósuljon, és ami a másik kiemelt fejlemény ezen az ábrán, hogy a gáz és olaj felhasználást 2050-re lényegében és nagymértékben villamos energia felhasználással
kellene felváltanunk, hogy dekarbonizálni tudjuk a energiaszektorunkat. Emögött a villamosenergia felhasználás mögött, vagy elektrifikáció mögött döntően karbonmentes villamosenergia termelést kell feltételeznünk, atomenergiát és megújuló energiát döntő módon. Nézzük meg, hogy a háztartási szektor energiafelhasználása a két forgatókönyv között hogyan alakul át. Itt megint azt látjuk, hogy még meredekebb energiafogyasztás csökkenés az, ami a háztartásokban egy racionális stratégia mentén megvalósítható, és hát az igazi nagy változás az a sárga blokkok helyett a piros blokk megjelenése mutatja. 2020-ban még gázzal fűtjük a lakásainkat, 2050-ben, ha ez a program megvalósul, akkor lényegében napenergiával és hőszivattyúkkal, vagy valami hasonló technológiával, de lényegében megújuló árammal oldhatjuk majd meg ezt a feladatot. Hiszen a földgáz kivezetése sajnos, vagy nem sajnos, de egy fontos komponense kell legyen ennek az átalakulásnak. Az ipari szektorban sokkal nehezebb az energiafogyasztás csökkentése, hiszen gazdasági növekedést szeretnénk, és nehezebb a dekarbonizálás is, tehát a meglévő energiafelhasználás kiváltása. Ezért a kékkel, sötét kékkel jelölt kis blokkok megjelenése azt mutatja, hogy itt kaphat szerepet majd az időszak második felében leginkább a hidrogén, mint alternatív üzemanyaghordozó megjelenése, illetve a zöld hidrogén, amely részben kiválthatja az ipari energiafelhasználást. És még egy szektorra hívnám fel a figyelmet, ez a közlekedés, ugye az egyik legjelentősebb klímagáz kibocsátó. Itt ugyancsak egy stagnáló energia felhasználásra, a jelenlegi rakétaszerű növekedés helyett lenne szükség az átalakuláshoz, és ugyancsak drasztikus változás, hogy a jelenlegi dízel és benzin egyeduralmat szinte egy nagyon jelentős elektrifikáció és növekvő bio üzemanyag felhasználás kell, hogy felváltsa a közlekedési szektorban ahhoz, hogy ez a 2050-es átállás ez megvalósulhasson. És hát láttuk azt, hogy az elektrifikáció az, tehát az olaj, a gáz helyett előtérbe kerül, milyen mix az, milyen termelési összetétel, ami ezek mögött, az átalakulások mögött ugye modellezés szerint ugye föl tételezünk. Alapvetően itt megint csak a jobb oldali részen látjuk, hogy az időszak végére meredeken megnő a villamosenergia fogyasztás, felváltjuk a földgáz és az olajat villamosenergia felhasználással, és a szerkezet is átalakul a paksi nukleáris termelés mellett a lignit és gáz helyett döntően napenergia, szélenergia és pici geotermia, vízenergia, biomassa felhasználás kombinációjával kellene tudnunk ezt a energiaellátást megoldani. Természetesen a jelenlegi energiaellátás biztonsági szín megtartása mellett óriási feladat. És hát lényegében ez a következő dia az, amely, ha most csak ilyen mozaikszerűen ki is ragadtunk mondásokat az elemzésből, lényegében kijelöli azt a tematikát, hogy milyen területeken kell előrelépni ahhoz, hogy közelebb jussunk ehhez a programnak a megvalósításához. És azt tudjuk mondani, hogy ha előre lépünk, akkor lesz esélyünk arra, hogy a magyar vállalkozások és kutatásfejlesztés ebből a globális átállásból profitálni tud. Itt látjuk a szektornak, vagy az egész átalakulásnak a döntő komponense az az áram, vagy a villamosenergia szektor, dekarbonizálás, az energiahatékonysági piacfejlesztés, közlekedés, zöldítés, hőpiaci energiamegoldások, geotermia, biomassa révén, hidrogéngazdaságfejlesztés és akkumulátoriparfejlesztés, mint a közlekedés zöldítés támogató stratégiák, többek között széndioxid leválasztás, dekarbonizációt támogató digitalizációs megoldások, ugye kiemelten pénzügyi piaczöldítés, hiszen ha beruházások nem mennek ebbe a szektorba, akkor ez a program nem fog működni, és hát megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy az energetikai innováció és zöld háttériparfejlesztésben a magyar szereplők hol találhatják meg a lehetőségeket ebből a nagy, mondom még egyszer, kb. 25 ezer milliárd forintos átalakulásból. Nagyon röviden szeretnék csak utalni, és utána azt hiszem az időm végére érek arra, hogy akkor most ehhez a tematikához kapcsolódóan
hol vannak azok a pontok, ahol azt gondolom, hogy kiemelt kormányzati figyelemre nyúl arra, hogy előre menjünk, néhány pontot említenék. Az első az a villamosenergia termelés dekarbonizációja. A közelmúltban körülbelül a hazai áramtermelésnek a 60%-a származott karbonmentes forrásból, 50% nukleáris, 10% megújuló forrásból. Ennek az aránynak a jelentős emelését tűzi ki a stratégia célul 2030-80-90%-ra. Részben a nukleáris kapacitások, azaz a Paks 2-es projekt megvalósítása, így a kapacitás megőrzés révén, a lignit fokozatos kivezetésével, egy nagyon jelentős napelem program megvalósításával és az ehhez kapcsolódó hálózatfejlesztés és hálózatokosítás, valamint a rugalmassági képességeknek a növelésével a rendszerben. Kettő egymás nélkül nem fog működni, tehát csak integráltan lehet itt előre menni. Sokan mondják azt, hogy a magyar piacon túlsúlyos lesz a napelemeknek a szerepe. Csináltunk egy nemzetközi és régiós összehasonlítást, miközben a magyar megújuló energia vagy áramtermelési mixben a napenergia valóban egy nagy szeletet kaphat 2030-ra. Régiós szinten azt látjuk, ha itt most Lengyelországtól egészen Szerbiáig a régiót megnézzük, hogy egy 2030-ra várható megújuló áram mixben körülbelül 40% súlya lesz a vízi erőműveknek, 30% a szélnek, és emellettően 15-15% a napenergiának és a biomasszának. Tehát ami Magyarországon nagyon nagynak látszik, az régiós szinten egy nagyon jól villamosenergia hálózattal összekötött piacon egy nagyon kellemes részarány, azt gondolom, egy ilyen régiós villamosenergia mixben, és hát folyamatosan fejlesztjük a hálózati összekötetéseinket is, nemrég a szlovák, új magyar-szlovák határkeresztező vezetékek megépítése révén. Tehát én azt gondolom személyesen is, hogy azt meg kell tudjuk oldani, hogy ezt a napenergia termelési képességet egy régiós piacba integráljuk. Ezen a területen nagyon dinamikus a fejlődés, ez már egy idejét múlt ábra, itt még csak 1400 megawattnyi kapacitás látszik 2020 végén, ma már meghaladtuk a 2 gigawatt beépített napelem kapacitás, tehát a paksi atomerőmű beépített kapacitását meghaladó napenergia termelési képesség van már a magyar rendszerben, csak nem egy helyen, hanem több mint 70 ezer lokáción, tehát ez egy egészen más piaci struktúra. Itt nem sorolnám föl, az elmúlt 2-3 évben nagyon sok minden történt, ennek a beruházási folyamatnak az elősegítése érdekében, úgyhogy, és azt gondolom, hogy a terv az legalábbis az, hogy ez a folyamat tovább menjen. Természetesen párhuzamosan a rendszer integrációs kérdéseket meg kell oldani, és ez egyébként külön felhívja a figyelmet az időjárásfüggő megújulóknál, például a rugalmassági képességek, az energiatárolás, a fogyasztói képességek bevonására az árampiac fejlesztésében. A másik nagy terület, ami kifejezetten hangsúlyos szerepet kap kormányzati oldalon, az a közlekedés zöldítése, gyakorlatilag lassan a legnagyobb kibocsátó szektor lesz a közlekedés, különösen a közúti közlekedés klímagázok tekintetében. Úgyhogy itt a fókusz az a közösségi közlekedés fejlesztésére, lásd, nagyon jelentős vasútfejlesztési program az elmúlt években, bioüzemanyagok bekeverési arányának a növelésére, lásd, tavaly év elején az E10-es üzemanyag bevezetése a magyar, tehát etanol tartalmú üzemanyag bevezetése a magyar piacon, és az e-mobilitás minden formájának a támogatása, vásárlási támogatásoktól a zöld busz programig, amit csak kiemelnék, ez az utóbbi, amely azt célozza, hogy a magyar települések 10 év alatt lecseréljék a régi szennyező buszparkjukat tisztán elektromos meghajtású helyben zéró emisszió a járó buszokra. Ez a program dinamikusan megy előre, és hát egyre több tapasztalattal rendelkezünk az ilyen típusú közlekedési eszközökről. Elektromobilitási szektor erősítése a kormány kiemelt nem csak klíma célkitűzése, de gazdaságfejlesztési célkitűzése. Kettő az rendkívül szorosan összefügg. A harmadik nagy terület, amire szeretnék utalni, hogy ugye említettem, hogy nehéz
különösen az ipari szektorban, ahol nem tudunk elektrifikációval előrelépni, mondjuk a földgáz kiváltása alternatív megoldásokkal, itt a hidrogén, illetve a zöld energiával előállított hidrogén, vagy az etanol játszhat nagyon jelentős szerepet. Rövidesen, szerintem néhány hét múlva a magyar kormány is rendelkezik már majd explicit hidrogén stratégiával, és ugye azt a kérdést, amely azt a kérdést fogja vizsgálni, hogy a magyar földgáz szektornak a jövője hogy fog kinézni egy hidrogén gazdaság jövőben, és hogy tudjuk ezen a területen megint csak az ipari dekarbonizációban, a közlekedés területén, a földgáz infrastruktúránk lehetőségének a kihasználásában a innovációs és a gazdaságfejlesztési lehetőségeket megtalálni Magyarországon. Itt egyébként az elmúlt évben már nagyon izgalmas pilot projektekre is hirdetett a minisztérium energetikai innovációs pályázatokat, többek között a Magyar Földgáz Tároló Zrt. Azt vizsgálja az Aquamarin nevű projektje keretében, hogy a magyar földgáztárolókban lesz-e mód, illetve a magyar gázinfrastruktúra alkalmas-e arra, hogy nagy mennyiségben, szezonálisan zöld energiát, hidrogén, vagy biogáz, vagy biometán formájában a magyar tárolórendszer befogadjon, mert ha ezt a problémát meg tudjuk oldani, akkor a legnagyobb kérdést egy zöld átmenetben megoldottuk, hiszen a nyárban bőségesen rendelkezésre álló tiszta energiát el lehet tenni a Spájzba, a télire, és hát más, látjuk más projektek is produkálják lassan az eredményeket. És akkor egy utolsó pont a pénzügyi piac zöldítésével kapcsolatban. Ugye mindez csak álom, amiről itt szó volt, lehet, hogy az lesz, de mindenképpen az, hogyha a magánszektor nem kezd el ezekbe a irányokba befektetni, és nem áll át a jövőbeni beruházásoknak a folyama a zöldebb irányba. Ezen a területen azt gondolom, hogy megint nagyon-nagyon izgalmas történetek vannak, és ez már konkrét vállalati működést érintő ügy. Európai szinten egy külön taxonómia rendeletet alkotott az EU-ra vonatkozóan, hogy milyen technológiákban támogatja a megnövekvő európai finanszírozásnak a beérkezését, és miben nem. Tehát lényegében tételesen le van írva, hogy miben való beruházást nem szeretne látni az EU, például az EBRD vagy az EIB részéről. És ezzel kapcsolatban ugye nagyon nagy vita folyik arról, és nagyon nagy nyomás van, hogy a következő időszak költségvetési forrásai is nagy részben a zöld és digitális átállást segítsék Európában. Idehaza is tavaly a költségvetés finanszírozásában a államadóságadó kezelőközpont több zöld kötvény kibocsátást hajtott végre nagyon sikeresen. Az MNB nagyon aktív a zöld pénzügyek előremozdítása terén Magyarországon, több ösztönzőt vezetett be a kereskedelmi bankok felé is, hogy ebbe az irányba terelje a banki kihelyezéseket. Találkozunk most már vállalati zöld kötvény programokkal, épület energetikai területen például, nagyon izgalmas ilyen fejlemények vannak, és a kereskedelmi bankok is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a terület iránt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan, megint csak egy olyan folyamat lesz, ami kritikusan meghatározza, hogy ezek a hosszú távú célok, és ezen belül a megújuló energiának mi lesz Magyarországon a jövője. Egyéb támogató politikák is a csőben vannak, geotermikus energiahasznosításra, egy geotermikus kockázatkezelési alapot igyekszik majd, azt gondolom, a minisztérium rövidesen megteremteni, annak érdekében, hogy a fúrási kockázatát, ami ehhez a területhez kapcsolódik, a vállalkozásoknak csökkentse, illetve a távhő szektorban is egy zöldülést kellene elérni, ez egy bonyolult szektor, de a geotermia és a biomassa energia felhasználásnak nagy lehetősége mutatkozik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát egy nagyon hosszú távú kitekintést talán, amit próbáltam nyújtani, de észre kell venni, hogy ez a folyamat ez már zajlik. Az Egyesült Államok nemrég tért vissza ebbe a versenybe, nem hagyják, hogy ezt a több trillió dolláros zöld energiapiacot, ezt mások vigyék el, mások gazdagodjanak meg rajta. Azt gondolom, hogy Magyarországnak az a feladata, hogy megtalálja, hogy ebben az átalakulásban klímavédelem mellett milyen gazdaságfejlesztési lehetőségei vannak. Igyekszünk ilyen stratégiai programokat is végrehajtani. Köszönöm szépen a figyelmet! Megköszönöm Kaderják Péter úr rendkívül érdekes, értékes előadását.
grandiózus terveket tárt itt elénk. 2050-ig, az elkövetkezendő 30 évben meg kell valósítani Magyarországon a klímasemleges gazdaságot. Hogy ennek milyen döntő pontjai vannak, azt is nagyon világosan és szakszerűen ismertette Kaderják úr. Én talán kiemelném azt, hogy kulcs szerepe van a villamosenergia gazdaságnak, a villamosenergia rendszernek, ugye ez lesz a core business ebben a vonatkozásban az elkövetkezendő 30 évben, és számomra az is nagyon megnyugtató volt, hogy egyértelműen elhangzott az, hogy a stratégiát tervezők, és majd nyilván a megvalósítók is, arányosan veszik figyelembe a fejlesztési lehetőségek és az azok következményei ügyeit, nevezetesen a villamos energiarendszer rugalmassága, tehát a szabályozhatósága figyelembevételével és a szükséges hálózatfejlesztési projektek figyelembevételével kell majd azt a 6000, majd később 12000 megawattnyi napenergia termelő berendezést a rendszerbe tenni. A közlekedés, mint ugye a második legnagyobb, vagy talán már a legnagyobb emissziókibocsátó szektor átalakítása kapcsán, nagyon fontos dolgokra hívta fel szintén a figyelmet Kaderják úr az előadásában, a közlekedés elektrifikációja, a hidrogéngazdaság kialakítása. Itt azért számomra nagyon érdekes lesz az, hogy az elektrifikált közlekedésnek az infrastruktúrája hogy fog megvalósulni, hiszen nem elég az, hogy elektromos autóink vannak, de ugyanazt a kényelmi berendezéseket rendelkezésre bocsájtani, nevezetesen nem 60 kilométerenként kell megállni egy fél órára tankolni, hanem valamilyen módon meg kell azt a gyors tankoló infrastruktúrát teremteni, hogy ez az elektromos közlekedés, elektromos autózás ugyanolyan kényelmi szintet nyújtson, mint ma a benzines és a dízeles. Összességében tehát nagyon világos, nagyon egyértelmű stratégiai út van kijelölve a klímasemleges, tehát a karbonmentes gazdaság kialakításához. Az egy más kérdés, hogy ez a 25 ezer milliárd forintos igény, ami ennek a megvalósítását alátámasztja, honnan lesz majd előteremthető. Bízunk benne, hogy hazai források, uniós források, a magánszektor beruházóinak a készség növelése elő fogja segíteni a finanszírozhatóságát is ennek a nagyon szép és világos programnak. Még egyszer köszönöm.